Szia, hello, üdvözöllek! Vili vagyok, a vidéki vlogger. Nagy esemény történt ma, megemlítettek a médiában. Háttérinformáció rólam, ha nem ismernél, hogy én Dabason lakom, ez egy alföldi kisváros, és aki megemlítette, az Dabasváros polgármestere Kőszegi Zoltán, és ahol megemlített, az a Rádió Dabas. Itt hangzott el a nevem, illetve hogy én mit csinálok. Nagyon jól esett. Én nem tudtam róla természetesen, hogy itt mi fog történni. Tettem-vettem a kertben, mikor a barátom rám írt, hogy mintha az én nevemet hallotta volna a rádióban. Hát voltak kétségeim, mert időnként meg szoktuk viccelni egymást ezzel a barátommal, de aztán úgy voltam vele, hogy egy telefon megért, felhívtam a Dabas Rádiót, hogy valóban megemlítette-e a polgármester úr engem. Mondták, hogy igen, úgyhogy gyorsan megnéztem azt a videót, amit lementettem, és most arra kérlek téged is, hogy nézd meg, egy perc az egész. A legutóbbi is jelentős mennyiségben 7 millió forint értékben gyűjtöttünk össze illegális hulladék, lerakott hulladékot a városban, de még mindig vannak ilyenek, és itt hagyj említsem meg Nagy Vilmost, aki bloggerként elindult most, és sokan azt gondolják, hogy egy exhibicionista polgárként itt próbál valamilyen önszereplésbe belefogni. Én nagyra értékelem Vilének ezt a munkáját, hiszen olyan problémákat és gondokat vet fel, és vesz észre, és vetett észre másokkal is, ami mellett esetleg sokan elmennek. Most legutóbb éppen egy illegálisan lerakott hulladék mellett úgymond keserget vagy puffogat, és kereste az önmaga által feltett nem hiába való kérdésekre a választ, hogy vajon hogyan jut el odáig egy ember, egy dabasi ember, hogy egy ilyen mennyiségű vegyes hulladékot kivigyen a természetbe, a környezetbe. Valóban ez a nagy kérdés. Én ezúton is üdvözlöm Vilmost, és köszönöm neki azt, hogy ő ezt felvállalja. Az ezzel kapcsolatos összes kritikát én azt gondolom, hogy teljesen jó szándék vezérli, és neki is az a célja, hogy egy sokkal tisztább és egészségesebb városban éljünk. Ennyi volt tehát a videó. Köszönöm szépen polgármester úrnak, hogy megemlített. Természetesen jól látja, hogy mit csinálok és miért csinálom. Mi az, ami mozgat engem és ami számít nekem. Viszont adott egy jó ötletet a polgármester úr. A következő videóm egyikében egy külön videót fogok szánni ennek a kérdésnek, hogy mindenki előtt világos legyen, hogy miért csinálom azt, amit csinálok, illetve mi az, ami nem számít nekem ebben a videóval, videózással kapcsolatban. Illetve ezúton szeretném polgármester urat meghívni, nem bírom ki olyan a lehetőség, ezzel én áragudj, hogy polgármester urat szeretném meghívni a vlogba, hogy jöjjön ide el hozzám, vagy én elmegyek hozzá, és beszélgessünk néhány szót itt a vlogban, ha már megemlítésre kerültem a Dabas Rádióban, és akkor remélem elfogadja a invitálásomat, és vendégünk lehet ő is itt, és be tudom nektek mutatni a vele folytatott beszélgetést.